Az előző tárgyalóteremben megbeszéltük, hogy mi szükséges egy ingatlan adásvételéhez, most viszont térjünk rá arra, hogy hogyan lehet ezt kifizetni. Egyáltalán van-e mód különböző fizetési lehetőségekre, lehet-e például részletekben fizetni? Azt gondolom, hogy kevés az az eset, amikor egy összegben kifizetik az ingatlannak a vételárát, főként utalok itt a most megváltozott gazdasági helyzetre és az ingatlan áraknak az egekbe szökésére, ha fogalmazhatok így. A gyakori az, főleg a irányadó kedvezményekre is, hogy nagyon gyakran banki kölcsönt vesznek fel a vevők azért, hogy az ingatlan adásvételt foganatosítani tudják. Ebből adódóan nyilvánvalóan lehetőség van arra, hogy a vevő a vételárat részletekben fizesse meg, ez a feleknek a megállapodásán múlik. Amennyiben banki kölcsön felvételére kerül sor, akkor a banki kölcsön képezi főszabály szerint a vételárnak az utolsó részletét. Mi történik abban az esetben, hogyha mégsem fizeti ki a vevő az ingatlan vételárát? A ingatlan vételárának a meg nem fizetése esetén a eladót megilleti az elállásnak a joga. Az elállásnak a joga miért is illeti meg az eladót? Hát azért, mert megszűnt a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke. Ugye most ezt kell-e bizonyítani a vevő az eladónak vagy sem, ez mindig a körülményektől függ, de a jogszabály kimondja azt, hogy abban az esetben például, ha a szerződő felek már megállapodtak egy póthatáridőben a teljesítésre, ugye mert közbe jött az ügyintézési határidő, még valami kell ahhoz, hogy a bank folyósítsa a hitelt, akkor az eladó belement, hogy rendben van, akkor adok még 30 napot, de ha ez a 30 nap is úgy telt el, hogy a vevő a vételárfizetési kötelezettségének nem tudott eleget tenni, akkor a eladót megilleti a szerződéstől való elállás joga. Abban az esetben, hogyha a vevő nem egy összegben fizeti ki az ingatlan vételárat, akkor az eladónak mi lehet a biztosítéka? A két jogintézményről tudunk itt beszélni, az egyik a tulajdonjognak a fenntartása, a másik pedig egy függőben tartás. Most mit is jelent ez a két jogintézmény? A tulajdonjognak a fenntartása az azt jelenti, nyilvánvalóan addig, amíg az utolsó vételár részlet nem kerül kifizetésre, az eladó tulajdonjoga fenntartásra kerül, tehát eddig az időpontig nyilvánvalóan nem fog tulajdonosként bejegyzésre kerülni a vevő az ingatlan nyilvántartásba. A tulajdonjognak a fenntartása írásbeli alakhoz kötött. A negatívuma ennek a tulajdonjog fenntartásnak az, hogy ennek is van egy külön eljárási díja, illetőleg ezen időszak alatt a végrehajtási jog bejegyzésére is például ugyanúgy lehetőség van. Ezzel szemben a függőben tartás az azt jelenti, hogy egy 6 hónapos időtartamban van lehetőség a tulajdonjog bejegyzési eljárást függőben tartani. Ugye ez ebben különbözik a tulajdonjog fenntartástól, hogy az bármeddig, tehát annak nincs ideje. A függőben tartási eljárás 6 hónapig van lehetőség arra, hogy a hatóság, az ingatlan nyilvántartási hatóság függőben tartsa ezt a bejegyzési eljárást. Természetesen a széljegyben ott lesz az adásvétel feltüntetve, tehát nyilvánvalóan ez a tény ott szerepel, ez egyfajta biztosíték, és a 6 hónap elteltével lehetőség van arra, amikor a vételár részlet kifizetődik ezen időszak alatt, akkor bejegyzésre kerül a új tulajdonos a bejegyzési engedély alapján, a hozzájáruló nyilatkozat alapján. Tehát akkor, amikor megvan az adásvételi szerződés, kifizette a vevő a vételárat, és bejegyzésre is került a földhivatalnál. Mégis van olyan, amikor a bírósághoz kerül egy-egy ügy? Hát leggyakrabban az adásvételi szerződést megtámadják a bíróság előtt. Milyen megtámadási okokat nevesít a jogszabály, a tévedés, a megtévesztés vagy a jogellenes fenyegetés, de nagyon gyakori az, amikor feltűnő értékaránytalanságra hivatkozva támadják meg az adásvételi szerződést, és ennek kapcsán indul per a bíróságon. Mit is jelent az, hogy feltűnő értékaránytalanság? Hát nyilvánvalóan azt mondja az eladó, hogy én nagyon alacsony áron adtam el ezt az ingatlant, ez sokkal többet ért volna, és ezzel az indokkal keresetet terjeszt elő a bíróságon. Az nagyon fontos, hogy a feltűnő értékaránytalanság esetében mindig gondosan vizsgálja a bíróság azt, hogy fennállt-e az értékaránytalanság vagy sem, nyilvánvalóan vizsgálja az eladáskori forgalmi értékeket. 40-50%-ra mondható az az arány általánosságban, ezt hangsúlyoznám, amikor azt mondja a bíróság, hogy valóban itt feltűnő értékaránytalanság állt fenn, és ebben az esetben a bíróság, amennyiben valóban igaza van a keresetet előterjesztő félnek, akkor
korrigálást végez, de nem éppen az adott irányadó forgalmi értéket veszi alapul az ítélete meghozatala során, hanem a korrigálást azt általában egy 20-30%-os mértékig végzi el, tehát addig a pontig, hogy már a feltűnő értékaránytalanság ne álljon fenn. Azt azért hangsúlyoznám, hogy az adásvételi szerződéseknél pont volt egy eset, amikor a felperes azzal jött a bíróságra, hogy áron alul adta el az ingatlant, és kiderült, hogy azért adta el áron alul, mert éppen olyan családi problémája volt, olyan családi válság volt, ami miatt neki nagyon nagy szüksége volt a vételára. Nyilvánvalóan ekkor tudatában volt a felperes annak, hogy ő áron alul fogja eladni, és ez a kereset elutasításához vezethet. Amit még e körben hangsúlyoznék, a megtámadásnál egy éves határidő áll a rendelkezésre, hogy keresettel forduljanak a bírósághoz. Abban az esetben, hogyha a vevő részletekben fizeti ki az ingatlan vételárát, mi az, ami védi őt is, illetve az eladót is? A tulajdonjog fenntartás és a függőben tartásnak a jogintézménye jöhet itt szóba, illetve említendő meg. Tulajdonjog fenntartás esetén ugye mindaddig, amíg a vevő nem fizeti ki az utolsó vételár részletet, addig megilleti az eladót a tulajdonjogának a fenntartása, ezt a felek írásbeli megállapodással rögzítik, és nincs határidőhöz kötve, szemben a függőben tartás eljárásától, vagy függőben tartás jogintézményétől. A függőben tartás az azt jelenti, hogy 6 hónapos időtartamra függőben tartják a tulajdonjognak a bejegyzését. Itt is azonban az adásvétel ténye a széljegyként a tulajdoni lapon megjelenik, és tulajdonképpen ez jelent egyfajta biztosítékot a vevő számára, hogy a függőben tartási eljárás időszaka alatt, amíg ő az utolsó vételár részlethez hozzá nem jut, az eladó esetleg nem tudja még egyszer eladni az ingatlant.